Karácsonyi fényekben úszik Maros megye legnagyobb községe. Tegnap este a Mikulás jelenlétében kapcsolták fel a díszkivilágítást Maros-Szentgyörgyön. A Maros-Szentgyörgyi Általános Iskola kórusának fellépésével vette kezdetét a Mikulásváró rendezvény. Immár 8. éve, hogy Maros megye legnagyobb községe ünnepi rendezvényen kapcsolja fel a település díszkivilágítását. 3, 2, 1, 0, nyom meg, felgyújt! Nem véletlenül épp Mikulás alkalmából gyúltak ki a fények Maros-Szentgyörgyön. Ebből az alkalomból maga a Mikulás is eljött, és nem akárhogy. Lovashinton látogatott a községbe, és mivel rengeteg gyerek él ezen a településen, két segédet is hozott magával. Isten hozott Maros-Szentgyörgyön, 3 Mikulás jött, nagyon szeretik a gyerekeket. Jöttük itten Maros-Szentgyörgyön a gyerekeknek, hoztuk ajándékot, reméljük, hogy az egész gyerekek jók voltak, és aki melyik gyerek nem volt olyan, hoztunk egy kicsi vesszőt is. A virgácsra nem volt szükség, minden gyerek egy kis édességcsomagot kapott a Mikulástól. A község polgármestere azt mondja, a település életében nagy szükség van az ünnepekre. Nekem az a meggyőződésem, hogy annyi okunk van sokszor a panaszkodásra, a siránkozásra, és tényleg sok probléma van az életünkben, de kellene legyen minél több olyan pillanat is, amikor örülni tudjunk, amikor a gyereki őszintességgel, mosolyjal az arcunkon tudjunk az embertársaink felé nyitni. Miután minden gyereket megajándékozott, a Mikulás továbbhajtott, hogy időben ellátogathasson minden családhoz.